Ünnepélyes eseményre gyűltek össze a díszteremben a végzős hallgatók az Eszterházy Károly Főiskola Comenius karán. Elkísérték őket szülők, tanárok és barátok is. Elérkezett ugyanis az idő, hogy a főiskolai évek záró momentumaként szalagtűzésre kerüljön sor. Az ünnepség részeként a régi hagyományok egyik legfontosabbjaként Selmecbánya örökségeként említették a szalagavatót. Ott még valétálásnak nevezték. A kifejezés a latin nyelvből ered. Valéte, kiáltották a végzősök a kisebbeknek, vagyis éljetek boldogul. A diákok az utolsó tanév második félévére váltak jogosultá a végzős szallag viselésére, és akárcsak ma, ott is egy ünnepség keretein belül adták át a végzősöknek ezeket. A régi hagyományok meghatározzák a kulturális életet, alakítják a hétköznapokat. A Comenius kar dékánja köszöntőjében kiemelte, ugyan az elmúlt években sokat változott a közoktatás, köznevelés törvényi háttere, rendszere, és több esetben a fenntartók is újak lettek, mégis egy dolog nem változik, az oktatás szerepének fontossága. A gyermekekkel foglalkozni kell, a gyermekeket nevelni kell, és legyen bármilyen ország, bármilyen nemzet, annak a legfontosabbak egyike mindenképpen a gyermekek nevelésén keresztül alakulhat és fejlődhet. Nincs az a gazdaság, az az ipar, az a kultúra és az a tudomány, amely nem az iskolapadokban kezdődött, amelyet nem előzött meg valahol a család gondoskodása, vagy éppen az óvodák foglalkozásai és gyermekjátékai. Óvoda pedagógusok és tanítók viselik ezentúl a szalagot, melyet büszkén hordanak, jelezve egy nagymúltú, globálisan is meghatározó oktatási intézményben sajátították el a pedagógus képzés alapjait. Több mint 70 levelező és nappali szakos hallgató kapta meg a szalagját a díszteremben.